testünk átalakul Sri Chisambaram Ramalinga Swami kecses, világos szemei által. Swami az arcát és a lábfejét kivéve az egész testét fette egy fehér felsőkendővel. Élete utolsó részében szeme olyan fényerőssé vált a tudás isteni fényétől, hogy be kellett csuknia az egyik szemét, vagyis a jobb szemét, s le kellett fátyolnia a felsőkendővel, esetleg napokra. Hogy a kíváncsi tanítványok megelégyedjenek, miután leleplezte és felnyitotta, amikor vakító fény áradt ki a szemekből, és vakítóbbnak látszott, mint a napsugarai. Swami hamarosan becsukta és letakarta, és kifejezte, hogy ők, a tanítványok, nem mozoghatnak vele szorosan, ha csak be nem csukja és le nem takarja az egyik szemét. Nyilvánvaló, hogy a két összenyitott szem intenzíven erős és koncentrált isteni fényt áraszt, amely árthat a körülötte lévő tisztítatlan és fogékony embereknek. Arra hivatkozik, hogy mindkét szemét a hatalmas kegyelemfény kedveli a fény jóságával vagy lényegével, hogy az isteni akarat csodálatos tetteit hajtsa végre. Személyes kísérője egyszer a magasabb tudatosság transzjába esett, mert véletlenül látta, hogy mestere szeme a meditatív koncentráció után éppen kinyílik. És a kísérő 4-5 nap után felkelt a transzból, hogy aztán több hónapig csendben maradjon. Folyamatosan. Köztudott, hogy a nem vegetáriánusokat puszta szempillantásával vegetáriánussá változtathatja. Az isteniség kegyelme és fénye áradt ki a szeméből, mely testének korai szakaszában talán a legszembetűnőbben átalakult része volt.